A szív és a lélek kiállítása. Így nevezte Dajcs Tamás, európai parlamenti képviselő megnyitó beszédében azt a tárlatot, amelyen 8 délalföldi iparművész mutatja be munkáit. A Brüsszelben már tavaly kiállított többszörösen díjazott tűzzománcokat, vesszőkosarakat, citerákat, késeket, fazekakat és szőtteseket most Szegeden a Fekete Házban nézheti meg a hazai közönség. Ezt nálunk a mi tájegységünkön Bácskai Görbének nevezik. Tarjányi József gépészmérnökből lett népi iparművész, 4 generáció családi hagyományait folytatja, késeket és bicskákat készít. Munkái már többször elnyerték a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által alapított Magyar Kézműves Remek díjat. Gyökereinkhez való ragaszkodásunk az nagyon fontos. Fontos az, hogy a hagyományainkat ápoljuk, hiszen így leszünk igazából magyarok, mint Európa része. A délalföldi iparművészet mesterremekei elsőként Brüsszelben mutatkoztak be az elmúlt év októberében. Kosárfonó, tűzzománc készítő, fazekas, textiltervező és hímző szakemberek díjazott termékeit ismerhették meg a látogatók. A mai lakáskultúrába is jól illeszkedő tárgyak most Szegedre, a Fekete Házba érkeztek. Életterünket ilyen iparművészeti remekek is tudják díszíteni, ráadásul sajátunk, saját motívunk, saját lelkünk van benne. Magyar Anna, Csongrád megyei közgyűlés elnökének köszöntője után a kiállítást Dajcs Tamás európai parlamenti képviselő nyitotta meg. Elmondta, a kormány célja, hogy az iparművészet életpálya lehessen. A most készülő, a magyar nemzeti értékekről szóló hungarikum törvény is ezt segíti majd. Mindenféle úgyka, műanyag, ketyerék, hát szinte már kimondhatatlanul kevés pénzért megkaphatók, és ezek a hungarikumok bizony, amelyek értéket képviselnek, lehet, hogy drágábbak, de tartósabbak, de hasznosabbak, és sokkal többet adnak a szívnek is és a léleknek is. A kiállítás ideje alatt az iparművészek iskolás csoportoknak tartanak foglalkozásokat, azt remélve, hogy a gyerekek is kedvet kapnak majd, hogy elsajátítsák a népi mesterségek fortéjait.